Egyre könnyebben kerülhetünk manapság olyan helyzetbe, hogy visszaélnek adatainkkal. Hogy mennyire jellemzőek az ilyen esetek megyénkre, és mit tehetünk adataink megóvása érdekében, arról is beszélgetek ma egyik vendégünkkel. Közéleti magazinműsorunkat a 35 percet látják. Jó estét kívánok! Figyelmeztető sztrájk sok iskolában volt hétfőn, 2 órás munkabeszüntetés. Tervek Nyírbogáton felújítanák az óvoda épületét és inkubátorházat építenének. Az adatvédelem napja, sokan nincsenek tisztában adatvédelmi jogaikkal. Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma számos oktatási nevelési intézményben. Az akció hoza megyéből is több száz iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozó csatlakozott. Noha a bíróság első fokon törvényesnek ítélte a munkabeszüntetést, az nem emelkedett jogerőre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint egy törvénytelen sztrájk szervezése nem maradhat következmények nélkül. Köszöntöm a stúdióban Fülöp Attilát, a pedagógusok szakszervezetének megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan zajlott ez a sztrájk a megyében? Hány intézmény vett részt benne, hány dolgozót érintett ez a sztrájk? Jelenleg még az adatok összesítése zajlik. Annyit biztosan tudunk, hogy 15 intézmény már ugye beküldte az adatokat, ez 265 fő sztrájkban részvételét ugye jelenti. Ugye nyilván ez a szám még változhat, hiszen ugye nem csak azokban az intézményekben csatlakoztak a sztrájkhoz, ahol ugye szakszervezetünk jelen van, hanem más intézményekben is ugye részt vettek ebben a 2 órás figyelmeztető sztrájkban. Úgyhogy azoknak is az adatainak a bekérése ugye folyamatosan zajlik, és amennyiben ugye nyilván végleges számok lesznek, nem csak a mi megyénkben, hanem országosan is ugye jelent ez még jelenleg problémát, hiszen ugye nehéz ezeket az adatokat így összefésülni, de az látható, hogy egyébként országosan viszonylag ugye nagy számban ennek a bizonytalan helyzetnek ellenére is ugye elég sokan csatlakoztak, illetve kifejezték szándékukat. Többek között ugye egyébként a beérkezett fényképek alapján is látjuk, hogy a kockásinkben jelentek meg a dolgozók ott, ahol esetlegesen nem vettek részt ténylegesen a munkabeszüntetésben, de így is kifejezték ugye a szolidáris szándékukat, úgyhogy tulajdonképpen ez a szám, ez nyilván sokkal több is lehet. Van arról tudomásuk, hogy hány intézmény visszakozott annak hatására, hogy az EMMI törvénytelennek minősítette ezt a figyelmeztető sztrájkot? Konkrét számot azért nem tudok mondani, mert nyilván ugye volt egy előzetes felmérésünk, ugye mindenki várta a bíróság döntését, hogy szülessen már meg végre az a még elégséges szolgáltatásról szóló döntés, ami alapján tényleg biztonságosan megtartható ez a január 31-ére meghirdetett sztrájk. Tehát jóval több intézmény volt az, aki még a pénteki napig is előzetesen jelezte ugye a szándékát a sztrájkban való részvételre, legyen az akár egyházi intézmény, óvodák, ugye általános iskolák, illetve gimnáziumok terén is. Nyilván a mai napra, ugye ma reggelre azért ugye elég sok ember elbizonytalanodott a jelenlegi ugye médiában kapott információktól, ugye megijedtek, illetve tulajdonképpen sokan éppen ezért ugye nem merték vállalni a nevükkel ugye aláírva azt a bizonyos jelenléti évet, hogy részt vegyenek ebben a sztrájkban. Mi egyébként többször is elmondtuk, hogy a sztrájk szervezése jelen pillanatban ugye törvényes, kimondta, ugye pénteken megkaptuk a végzést, a bíróság kimondta azt a végzést, amely szerint a még elégséges szolgáltatást, amit a szakszervezetek ugye keresetként ugye beadtak, elfogadta a bíróság, ugye jogerőre emelkedés az ugye 5 napos határidővel ugye fellebezést nyújthat be egyébként mind a két fél. A szakszervezetek ugye nyilván lemondtak erről a fellebezési jogról, és ugye a minisztériumnak a fellebezésére vár tulajdonképpen mindenki, vagy az erről való lemondásról, mert abban az esetben akkor azonnal jogerőre emelkedhetett volna ez a fajta bírósági végzés, és akkor teljes egészében mondhattuk volna, hogy biztonsággal jogszerűen tartotta meg a szakszervezet a sztrájkot, ugye jelen pillanatban pedig a jó hiszeműségre alapozva mondjuk azt, hogy azok a dolgozók, akik ebben részt vettek, jó hiszeműen gyakorlatilag gyakorolhatták ugye ezt a fajta sztrájkjogot, amit ebben a 2 órában kifejeztek, illetve kifejtettek. Van-e arról tudomásuk, történt-e bármilyen atrocitás, vagy elégedetlenség, akár szülők részéről, akár bármilyen oldalról a sztrájkkal kapcsolatban? Azon intézmények esetén, akik ugye részt vettek ebben a 2 órás figyelmeztető sztrájkban, ott olyan információk érkeztek, hogy tulajdonképpen semmilyen szinten nem hátráltatták sem a sztrájk végrehajtását.
igazából itt a sztrájkban részvevők sem akadályozták ugye az intézménynek a működését, sőt olyan információink is vannak például óvodákból, ahol az óvónők bent maradtak gyakorlatilag a gyerekeket, ugye felügyelettel látták el, függetlenül attól, hogy egyébként erre nem lettek volna ugye kötelesek, és ennek ellenére ugye aláírták, hogy ők a sztrájkban részt vettek, tehát itt is egyfajta kötelességtudat, hivatástudat azért jócskán jelentkezik, amit a pedagógus társadalomban, illetve az oktatásban dolgozók évről évre gyakorlatilag most már ugye hosszú ideje bizonyítanak is, hogy mindenképpen azért nekik nagyon fontos a gyerek, ne maradjon felügyelet nélkül, lássák el a feladatukat, de ettől függetlenül az elégedetlenségüknek ugye így is próbáltak nyomatékot adni, illetve kifejezni ezt a fajta szándékukat. Mennyire támogatják a szülők a pedagógusokat ebben a hozzáállásban? Nagyon érdekes egyébként ez a kérdés is, ugye több olyan intézményről hallottunk, ahol egyértelműen nagyon kevés gyereket engedtek a szülők 8 és 10 óra között ugye az oktatási intézményekbe. Pontosan ugye ezzel is kifejezve azt a fajta szándékot, hogy akkor egyetértenek és mindenképpen támogatják azt a fajta törekvést, amit itt a két szakszervezet közösen az oktatásban dolgozókért megfogalmazott. Ugye olyanról is hallottunk, ahol nyilván a szülő ezt nem tudta megtenni, mert nem tudja máshogyan a gyerek felügyeletét biztosítani. Ugye nyilván elvitték az oktatási intézményekbe, ott pedig, amint már ugye korábban is mondtam, a kollégák is azért próbáltak ugye mindenképpen a még elégséges szolgáltatásnak megfelelően ugye eljárni, és akkor a gyerek felügyeletében ugye részt venni. Tulajdonképpen mik a fő pontok, ami miatt erre a sztrájkra sor kerülhetett? Mi az, ami miatt ekkora az elégedetlenség a pedagógus társadalomban? Nagyon régóta zajlanak már ugye azok az egyeztetések, amelyek tulajdonképpen itt a közös sztrájkbizottságban is megfogalmazásra kerültek. Ugye van egy nagyon lényeges elem, ugye ez a pedagógus életpálya, illetve az azt övező tulajdonképpen bértábla kérdésköre. Itt ugye egy 101.500 forintos ugye minimálbérhez való igazítás volt még annak idején befagyasztva, és ennek a bértáblának ugye évek óta gyakorlatilag változatlan a mértéke, ami azt jelenti, hogy a folyamatosan növekvő ugye minimálbér, illetve garantált bérminimum miatt ugye most már jelen pillanatban ebben a bértáblában, aki ugye pedagógus pályára ugye szánja el magát, és tulajdonképpen itt kezdi el úgymond a munkáját, egész egyszerűen a bérét ki kell egészíteni, mert hogy a bértáblában a jelen pillanatban a bértábla szerinti bére nem éri el sem a minimálbér, sem pedig a garantált bérminimum összegét. És azért azt gondolom, hogy ez is egy nagyon súlyos problémája a jelenlegi oktatási rendszernek. Ugye másik ugye fontos kérdés, hogy nagyon ugye kiöregedő pedagógus társadalomról beszélünk, és ugye nincs meg az a fajta utánpótlás biztonsággal, aki a gyermekeink jövőjét ugye ilyen szinten biztosítani tudná. Nagyon nagyok a munkaterhek, tehát gyakorlatilag ugye született egy olyan döntés, hogy a pedagógusok kötelező óraszáma 22-26 óra közötti lehet, és ez azért intézményeken belül ugye óriási eltérést eredményez, ugyanabban a bértábla kategóriában szereplő két dolgozó között, ugyanazért a bérért valaki csak kötelezően 22 tanítási órát tanít le, valaki pedig mondjuk 26 órát, tehát egy elég érdekes az, hogy egyenlő munkáért egyenlő bérjár összefüggést lássunk, tehát nagyon nehéz például ebben is azt mondani, hogy van egyfajta ugye, kötelező érvényű szabály, hogy akkor legyen egységesen például ez a kötelező óraszám minden egyes intézményben, és még mindenki legyen 24 órában, aki ugye tulajdonképpen a tanítási óráját tekintve 24. Ugye van az állandó helyettesítés, amit mondtam, nagyon nagy a hiány, innentől kezdve a helyettesítéseket is, ugye kollégákkal napi 2, heti 6, éves 30 alkalmat ingyen helyettesíthetnek, ezen felül felügyeletre pedig bármennyi felügyeletet elláthatnak ezen kollégákkal, és többek között ugye nagyon nagy az eltérés itt is az egyes kollégáknak a leterheltsége között. A másik nagyon kardinális kérdés tulajdonképpen az oltás, illetve a nem oltottaknak a jelen pillanatban ugye oktatási intézményből való ugye felfüggesztése, tehát fizetés nélküli szabadságra lettek küldve, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban ezen dolgozókat is ugye a bent maradt kollégáknak kell továbbra is helyettesíteni. Nyilván erre külön ugye munkaszerződést kötöttek, és a kötelező órán felüli óraszámot bár kifizetik a kollégáknak, de elég jelentős eltérések vannak intézményeken belül is, hogy hogyan tudják ezeket a feladatokat megoldani. Illetve hát még itt ugye vannak a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, szintén ugye nekik is a bérüket azért hozzá kellene igazítani, ugye legalább ehhez a garantált bérminimumhoz, illetve minimálbérhez, tehát számtalan olyan kérdés
merült föl, amit egyébként a sztrájkbizottságban ugye meg is fogalmaztunk sztrájkkövetelésként, amit egyébként ugye hozzáférhető, tehát mindenki akár a szakszervezet oldalán ugye meg tudja ezt nézni konkrétan. És ezek továbbra is nyitott kérdések, én biztos vagyok benne, hogy fogunk még erről beszélni. Fülöp Attila, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a kívást. Történelmi évet tudhat maga mögött Nyírbogát, miután hivatalosan is várossá minősítették 2021-ben a több mint 3000 fős települést. Emellett kiépítették a belterületi kerékpárutat, és kialakítottak egy ipari parkot is, amely a tervek szerint a helyben maradást szolgálja majd. 2022-ben itt egy inkubátorházat építenének, amely a feltörekvő vállalkozásoknak nyújthat segítséget. A koronavírus járvány elleni védekezés határozta meg a 2021-es évet is, azonban ahány település annyiféleképpen kezelték a helyzetet. A Nyírbogáton meghozott intézkedéseknél meghatározó volt, hogy a polgármester civilben orvosként dolgozik. Mint a település vezetője decemberben televíziónak adott interjújában fogalmazott, a közösség megvédése elsődleges volt. Ennek érdekében immár több mint egy éve Nyírbogáton helyben tesztelünk, nem csak az intézményeinket, hanem a lakosság számára is megnyitottuk a lehetőséget. Természetesen antigén gyors tesztet használunk, amiben a mintát az ornyálka hátjáról vesszük. A tesztet mondhatnám önköltségi ár alatt biztosítjuk a település lakosságának. Itt helyben 2000 forintért végeztük a tesztelést, és adott esetben, ha a beteg állapota úgy kívánta, akkor a munkatársunk az helyben, az otthonában, a beteg lakásán végezte el a tesztelést. Egyrészt, tehát azt gondolom, hogy a tesztelésre minden településen nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen csak ezáltal tudjuk a fertőzés forrását elszigetelni, és ezáltal a fertőzés tovább terjedését megakadályozni. Másrészt ugye nagy hangsúlyt fektettünk itt helyben a védekezés másik lehetőségére, a maszk használatára. Minden lakos számára biztosítottunk egy P2-es típusú maszkot, és természetesen a védekezés legfontosabb eleme is számunkra nagyon fontos, mindent megtettünk azért, hogy itt helyben minél többen vegyék fel az oltásokat. Mai napig helyben a házi orvosi rendelőben oltunk. Természetesen első oltást, második oltást, és folyamatosan biztosítjuk a harmadik oltás lehetőségét. És itt is mindenkit arra buzdítok, hogy vegyék fel az oltást, éljenek az oltás lehetőségével, hiszen valóban az oltással tudjuk a környezetünket, önmagunkat, a családunkat megvédeni. És természetesen az önkormányzat a rendezvényeiben is óvatos. Minden rendezvényünket a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett tartunk meg. Visszatérve még egy kérdés erejéig az oltási lehetőségekre, mennyien éltek a lehetőséggel, hogyha nagyjából az átoltottságot százalékban szeretnénk kifejezni, itt a településen mennyien vannak beoltva? Én nagyon köszönöm a település lakosságának a tudatosságot. Azt mondhatom, hogy a 60 év feletti lakosságnak a 80-90%-a helyben átoltott. A fiatalabb korosztályoknál a 30 és 40 éves korosztály az, aki kevésbé élt a lehetőséggel, ott ilyen 60%-os, 60-70% közötti az átoltottság, és nagyon örülök annak, hogy sok 12 év feletti gyermek is oltatja magát. Természetesen ez a családok felelőssége, hiszen ha a szülők élnek az oltással, akkor törekednek arra, hogy a gyermekeiket is biztonságba tudják. És azt érzékelem a településen, hogy nagyon sokan élnek a harmadik oltás lehetőségével is. Mi heti szinten azt mondhatom, hogy 100 embernek az oltását biztosítjuk itt helyben.
Írbogát 2021-ben vált várossá. A miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára köztársasági elnök augusztusban döntött úgy, hogy szeptember 1-től városi rangra emeli az addigi nagyközséget. A város kulcsát októberben egy nagyszabású rendezvényen a családügyi miniszter adta át. Az idei év legnagyobb eseménye Nyírbogát életében a várossá válás ünneplése, annak megélése volt. Én azt gondolom, hogy ennek a közösségnek, akit él és dolgozik, a több évtizedes munkájának az elismerése volt ez. Azt gondolom, hogy egy közösség életében vannak célok, amiket kitűzünk, és ennek mentén próbálunk munkálkodni. Ennek a munkának két része van a mi olvasatunkban. Az egyik a közösségi életnek a formálása, az identitás tudatnak a mélyítése, a másik a településen megteremteni mindazokat a lehetőségeket és feltételeket, ami az itt élő embereknek az életminőségének a javítását fogja megcélozni. Mi az elmúlt évtizedekben önkormányzatunk, az előző önkormányzatok, Simon Miklós országgyűlési képviselő volt polgármester úrnak a vezetésével, és minden időben ezen célokat próbáltuk erősíteni, és ennek mentén dolgoztunk. A várossá válás ennek a munkának, és ennek az egyik célkitűzésnek volt az eredménye, és én azt gondolom, hogy célok nélkül a munkák azok értelmetlenek lennének. Mi ezt a célt tűztük ki magunk elé, aminek megpróbáltuk az infrastruktúrális és a közösségi oldalát is megteremteni. Ez egy olyan felemelő érzés volt a várossá válásnak az ünneplése, ami szerintem éveken keresztül fogja a közösségnek az erősítését szolgálni. Egy olyan rendezvénynek lehettünk szemtanúja, ahol Nyírbogát apraja nagyja megjelenítődött. Magának a műsornak a megjelenítésében is köszönettel tartozunk, és itt is szeretném megköszönni a Buzogány Béla Színházának a segítségét, aki megalkotta azt az álmunkat, ahol a műsorban jelen volt a kisgyerektől az idős nyugdíjas tanárig. Ez számunkra érték, és mi ezen érték mellett szeretnénk tovább is dolgozni. Már a várossá válás megelőzően nagyközségként is azért folyamatosak voltak a fejlesztések, beruházások, melyeket tudja polgármester asszony kiemelni azok közül, amik 2021-ben készültek el. Az idejében azokat a toppos projekteket valósítottuk meg, illetve fejeztük be, amelyet az előző években tudhattunk magunkénak, voltak nyertes pályázataink. Itt a legnagyobb beruházás a településen az a belterületi kerékpárútnak a megépítése volt. Nyírbogáton a külterületi kerékpárutak az előző években megépültek, és nagyon fontos volt a 471-es főútvonal mellett a külterületi kerékpárutaknak az összekötése a belterületi kerékpárúttal. A kerékpárút nem csak a közlekedés biztonságát javítja a településünkön, ami elengedhetetlen volt a főútvonal forgalmának a növekedésével, hanem az egészségtudatos magatartásnak a kialakulásában is hozzájárult. Mi magunk sem gondoltuk, amikor a külterületi kerékpárutakat megépítettük, hogy a lakosság életében ekkora változást okozhat. Mi azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy a lakosság elindult kerékpározni, vannak, akik futnak rajta, vannak, akik rollereznek, gyerekek, és vannak, akik egyszerűen csak sétálnak és gyalogolnak. Én, mint orvos, ezt nagyon nagy jelentőségűnek tartom, hiszen a mozgás örömét, ha valaki egyszer megtapasztalja, az önmagává teszi, és hogy ez az egészség megőrzésben a tudatosság kialakítása egy fontos állomás. Mi ezzel a belterületi kerékpárúttal nem csak
a közlekedés biztonságának a javítását céloztuk meg, hanem ennek az egészségtudatos magatartásnak a megtartását is. A belterületi kerékpárútnak az építésében én szeretném itt megköszönni a lakosságnak azt a pozitív hozzáfordulását, hozzáállását, amit végig tanúsított, hiszen a belterületi kerékpárút építése nem azonos egy külterületi kerékpáruttal. Itt sajnos ingatlanokhoz kellett hozzányúlni. Kerítéseket helyeztünk át, közművek kerültek áthelyezésre, egész utcának a közvilágítását helyeztük át egyik oldalról a másikra. Ez egy borzasztó nagy beruházás a településünk életében, ami minden beruházás nehézségekkel jár, de ez egy kicsit többet jelentett. De szerencsésen túl vagyunk rajta, és ilyenkor az ember elfelejti a hétköznapoknak a küzdelmeit, és csak az eredményt látja, és azt a pozitív eredményt, amit a lakosság nap mint nap visszajelez felénk. Ez volt az egyik legnagyobb beruházásunk. A másik, ami egy új lehetőséget nyit meg a település életében, ez az ipari park megépítése volt. Az ipari park műszaki átadása is befejeződött, megtörtént. Az ipari parkkal egy új lehetőség nyílik a település életében. Mi elindultunk és megpróbálunk két olyan üzemet betelepíteni az ipari parkban, ami az itt élők számára a helyben foglalkoztatás lehetőségét fogja megnyitni, és ezáltal különösen gondolok itt a családokkal együtt élő asszonyokra, férfiakra, akik azért még ha Nyírbátorba is, de reggel mennek, este jönnek, és a gyerekeknek az elhelyezése, felügyelete azért sokszor emiatt nehézségekbe ütközhet. Én bízom abban, hogy sikerül ide két olyan üzemet csábítani, fogalmazhatnék így is, aki a helyben foglalkoztatást a versenyszférából fogja biztosítani az itt élők számára. Ez tehát még a jövő kérdése. Mi az, ami még 2022-ben esetleg várat magára, és esetleg elkészülhet itt a településen? Bár nem önkormányzati beruházás lesz, de tudjuk, hogy azért egy új vasútállomás is épül, ami egy nagy lépés lehet szintén a település életében. Mi az, amit még 2022-ben szeretnének megvalósítani Nyírbogáton? Természetesen céljaink vannak. Ha nem lennének célok, akkor kár lenne a mindennapi munka. Az egyik ilyen célunk önkormányzatunk életében az az óvoda felújítása, az óvodának az átépítése. Törekedtünk az elmúlt években minden lehetőséget kihasználva az intézményrendszerünket felújítani, szebbé tenni, komfortosabbá tenni. Az óvoda az, ami egy 10 éves felújítást tudhat magáénak. Az épületünk a település egyik legrégebbi épülete. Ebből is kifolyólag sajnos nem felelünk meg azoknak a törvényi előírásoknak, ami napjainkban elvárás, de nem is tudjuk biztosítani, hiszen egy régi épületben nem tudunk állandó hőmérsékletű vizet biztosítani a csoportszobákban, ami ma már ANTS előírás. Ezért megpróbáljuk a következő toppos projektek közé besorolni, lehetőséget biztosítani önkormányzatunk részéről az itt élőknek, és hála Istennek mi egy olyan szerencsés időszakot tudhatunk most itt a település életében magunkénak, hogy nagyon sok fiatal, kisgyermekes család költözött ide Nyírbogátra. Ma elmondhatjuk, hogy Nyírbogáton nincs üres ingatlan, ami ne talált volna gazdájára. Még néhány évvel ezelőtt szinte minden utcában volt 4-5 üres ingatlan, addig mára eljutottunk odáig, hogy Nyírbogátot élhető településnek ítélik meg a környező településről elvándorló fiatalok, és ide költöztek. Én ennek nagyon örülök. Ezáltal az eddig működtetett 3 óvodai csoportból
az idei évre 4 csoport lett, újra 4 csoportos óvodát működtetünk, és ezáltal azt érzékeljük, hogy a jövőben, ha meg akarjuk tartani ezt a vonzóvá vált település szerepet, akkor az óvodánkat fel kell újítani. Tehát az egyik ilyen célkitűzésünk az óvoda épületének a megújítása, átépítése lenne. A másik az ipari park, mint említettem, egy új kitörési lehetősége a településnek, ezért oda egy új inkubátorházat szeretnénk pályázni, ahol lehetőséget biztosítunk akár több helyi vállalkozónak is, hogy telephelyéül szolgáljon az ipari park, és ezáltal a vállalkozásoknak a fellendítését reméli az önkormányzat. A napokban, egész pontosan január 28-án pénteken volt az Adatvédelem Nemzetközi Napja. Ennek célja, hogy a felhasználók megismerjék az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat. A mindennapok során könnyen kerülhetünk ugyanis olyan helyzetbe, hogy adatainkat és ezáltal önmagunkat veszélybe sodorjuk. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Attilát, a Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Milyen bűncselekményekre kell itt gondolni, ami éppen abból adódhat, hogy az adatainkat nem vigyázzuk eléggé? Tehát számos bűncselekmény szóba jött egyébként. Igazából azt kell tudni, hogy itt a cél az elkövetőnek nem az, hogy önmagában meglegyen az adat, és akkor az most az önmagában semmire nem menne, de ő azt felhasználja valamihez. Leginkább ugye mostanság sem, és az interneten keresztül történnek a különböző adatlopások, adathalász tevékenységek, és ezen keresztül próbálják megvalósítani a bűncselekményeket. Gondolok itt arra például, hogy hozzá akarnak férni a folyószámlánkhoz, a banki adatainkhoz. A személyes adatunk is kellenek más célból, például a képeink, a hangfelvételeink, a fotóink, a videóink. Itt nyilván itt különböző internetes zaklatás vagy más típusú bűncselekmények jöhetnek szóba. Ebből is látszik egyébként, hogy van egy része az ilyen típusú bűncselekménynek, amelyek abszolút profi elkövetőkre vannak, és van a többi része, ami viszont egy átlag felhasználó, sokszor fiatalok követnek el egymás sérelmére. Mennyire gyakoriak ezek a jellegű bűncselekmények, és mi a tendencia? Hát a látencia az óriási. Tehát de azt lehet látni, hogy az főleg az interneten keresztül megvalósuló adathalász tevékenység vagy adatlopásoknak a száma az emelkedik. Nem igazán mondjuk rá felkészülve, és ez viszont az átlag embert érinti leginkább. Tehát, hogy amikor közösségi oldalakat használ valaki, és esetleg valaki jó fejségből vagy poénból úgy gondolja, feltörje magának a másiknak a profilját, és onnan valaki másnak üzeneteket küldött a feltört profilú személynek a nevében, az bűncselekményt követel. Sokan nem is tudják, főleg a fiatalok, hogy ezzel felelősségre lehet őket vonni. Tehát óriási látencia van, azt lehet látni, hogy sokszor nem fordulnak az emberek a rendőrséghez. Nyilvánvalóan, amikor banki adatokat szereznek meg a különböző ilyen anyagi típusú bűncselekmények, amelyek anyagi kárt okoznak a sértetnek, akkor azért a rendőrséget felkeresik, na ezeknek a száma is megemelkedett az elmúlt időszakban. Milyen jogvédelem van ezzel kapcsolatosan? Milyen jogi háttere van az adatvédelemnek? Hát egy nagyon komoly és összetett terület az adatvédelem. Nyilván itt most beszélhetünk onnantól kezdve, hogy a papírlapon kitöltött adatoknak a sorsa mi lesz, hogyan használják fel, hogyan kezelik. Erre nagyon komoly jogszabályok vannak, és nyilván az interneten keresztül történő adatvédelem is működik. Tehát van egy komoly háttér. A probléma inkább abból fakad, hogy az átlag ember nem nagyon van ezzel tisztában. Nem tudja, hogy milyen jogai vannak, nem tudja, hogy ő kihez fordulhat, mit tehet. Nyilván itt az idősebb emberek, akik a legveszélyeztetettebbek, illetve a fiatalok, akik viszont leginkább használják az internetet. Tehát ez a két fő célcsoport van, lehet ezt mondani, de egyébként mindenki veszélyeztetett. Van egy komoly jogvédelem, csak az emberek nem tudják ezt használni. Oké, hogy a legidősebb és a legfiatalabbak a veszélyeztetettek, de én azt gondolom, hogy azért a köztes korosztályok sem feltétlenül járatosak ebben. Ugyanakkor internetet mindenki használ. De hogy az ehhez kapcsolódó tudás, az meg nem feltétlenül van meg. Így van, ezért mondtam azt, hogy ez a két célcsoport, akik leginkább érintettek, de a veszély gyakorlatilag mindegyikünket, bárki, bármilyen nemre, korra, iskolai végzettségre tekintet nélkül mindenkit fenyeget sajnos.
azt kell, hogy mondjam, hogy mi gyerekcipőben járunk az erre történő felkészülésben. Nekünk szakembereknek, akik ezzel foglalkozunk, és komoly fejtörést okoz, hogyan lehet elérni megszólítani az átlagembert, hogy mit tehet annak érdekében, hogy az adatait védje, illetve ne kerüljön ilyen helyzetbe. Azt azért lehet látni, hogy az emberek egyre nyitottabbak erre, tehát befogadóbbak, de nagyon keveset tudnak még erről a területről. Sőt, inkább nyűgnek érzik. Azt gondolom, amikor ez a GDPR dolog bevezettük, tehát hogy azért extra papírokat kellett kitöltögetni, aláírogatni, ugyanakkor azért jó, ha tudatosítjuk, hogy ez a mi érdekünkben természetesen történik. Nyilvánvalóan a papíralapon történő adatfelvétel, illetve tárolás, az szigorúan, azt komolyan veszik az emberek, tehát átérzik így valahogy talán azért, mert az jobban megfogható. Viszont amikor az interneten rendelnek valamit, és akkor el kell fogadni a szerződési feltételt, még ezt ki kell pipálni, még azt meg kell csinálni, akkor az valóban nyűgként élik meg, pedig tényleg az ő érdekükben van. Más kérdés, hogy a szolgáltató sokszor azért teszi, hogy a saját védelme is meglegyen, tehát a szerződési kötelezettség írja elő. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Mindenkinek meg kell érezni azt, hogy azért ez a jövő, tehát hogyha internetet használunk, és ezen keresztül különböző tranzakciókat hajtunk végre, meg ismerkedünk más személyekkel, akkor azt is tudni kell, hogy van egy ilyen velejárója, hogy adatok jönnek, mennek, és azokra oda kell figyelni. Hol van az a pont, amikor meg kellene szólaljon a vészcsengő, akár egy ilyen internetes tranzakciónál, vagy egy árurendelésnél? Vagy az elmúlt valami időszakban sokszor volt az, hogy olyan üzleti lehetőségek ecsegtette a megkereső fél a megkeresett személyt, hogy ez a legjobb üzlet a világon, ez csak nála, csak most, de már akkor most ezt meg kell kötni még a mai nap során, utaljon ennyi vagy annyi pénzt. Tehát azért azt gondoljuk végre reálisan, hogy az üzlet az nem szerencsejáték, nem lottó, hogy most beüt és akkor minden rendben van. Hát azért kell egy olyan folyamat mögött, amiből következtetjük azt, hogy tényleg ez meg van alapozva. Ha főleg a külföldről érkező megkeresések jönnek, e-mailek, tört magyarsággal, olyan feladótól, akit tényleg fogalmunk nincs, hogy kicsoda, akkor gondolkodjunk el azon, hogy most miért pont engem keres meg ezzel. Reálisan mérjük fel azt, hogy van-e ennek alapja bármilyen módon. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy akár a banki vagy más pénzügyi szolgáltatók banki adatokat e-mailben sosem kérnek, sem telefonon. A személyesen szokták megkeresni, vagy személyesen kell bemenni egy bankfiókba. Tehát megvannak a formái. Én azt mondom, hogy nem is egészséges gyanakvás, hanem inkább kifejezetten egy nagyon komoly fenntartásokkal kezeljük az ilyen megkereséseket, és két lábbal álljunk a földön, még akkor is, ha szükségünk van arra a nagyobb befektetésre, amit most szert tehetünk rá, de gondolkodjunk el azon, hogy van-e tényleg mögöttes tartalom. És egyébként azt kell tudni ezekről a bűncselekményekről, amelyeket így követnek el, hogy nagyon sok esetben külföldi szerverről valósítják meg, ami azt jelenti, hogy ezek az összegek, amelyek mondjuk megszabadulnak sajnos a sértettől, ezek soha az életben nem kerülnek elő. Még akkor sem, hogyha nyilván ezek a nyomozások bonyolult, több országnak a rendőrsége dolgozik általában benne, és tegyük fel, hogy megvan az elkövető, de ezek a pénzek már nem kerülnek elő. Mi az, amit tehetünk? Hogyan tudunk védekezni, akár számítógépes védelemre gondolom. Az alap az lenne egyébként, hogy minden okos eszköz, amit használunk, valamilyen védelemmel legyen ellátva, tehát egy tűzfal, egy vírusvédő, illetve legyen felszerelve egy olyan biztonsági szolgáltatás, ami lévén nyugodtan tudunk például banki ügyleteket végezni, ami védi magát a tranzakciókat. Nagyon fontos, hogy a saját fiókjainkat olyan védelemmel lássuk el, olyan jelszavunk legyen, olyan azonosító, ami nem egy megszokott mindenki által ismert, hanem tényleg egyedi és védett. Nagyon fontos, hogy például a nyomkövető alkalmazás, hogyha nem utazunk, vagy nem olyan helyre megyünk, ahol szükséges a navigációs rendszer, akkor kapcsoljuk ki, ne tudják, hogy hol vagyunk. A különböző sütiknek nevezeket dolgokat töröljük ki. Amire nincs szükség egyébként, akár a telefonon, vagy akár a laptopon, nem használunk alkalmazást, akkor ezt ne használjuk, kapcsoljuk ki, vagy töröljük el, Nagyon, ezek nagyon fontos dolgok, még így is történhet probléma, de ha ezeket megteszi mindenki saját maga érdekében, akkor már közelebb van ahhoz az ideális állapothoz, amiben kéne egyébként élnünk. Egy egészséges bizalmatlanság. Így van. Dr. Kovács Attila, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszélt nekünk. Kedves nézőink, a 35 percet legközelebb szerdán láthatják itt a Kölcsei Televízióban. Aznap este az idei adóváltozásokkal, az ingatlanpiac trendjeivel és a Hungarikumok gyűjteményének újabb megyei értékkel való bővülésével foglalkozunk. Legyenek nézőink akkor is, mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!